Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pont televízió nézőit és a Pont rádió hallgatóit. Egy újabb nagyon kedves riportalanyt hívtunk ide a stúdióba, méghozzá Rádúj Leventét, a Szkítő együttes énekesét, és természetesen a zenekar képviseletében vagy itt, Levi. Szia! Tisztelettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Levi, több aktualitása is lehetne a mostani beszélgetésünknek. Ugye a Szkíti, a zenekar újra begyújtotta úgymond a rakétáit, és hát ezen a tavasszal, nyáron már azért alakulnak a fellépéseitek. Én úgy gondolom, hogy a mezőtúri és mezőtúr környéki rock szerető közönségnek a ti neveteket nem kell bemutatni, hiszen azért a zenétekkel évek folyamán országos hírnévre tettetek szert. Hagyj kezdjem egy kis személyes élménnyel. Én valamikor a ti zenétekkel olyan 2009 körül ismerkedtem meg, méghozzá úgy, hogy egyik barátommal utaztunk a Verőcére, a Magyar-szigetre, és ez a barátom hozott egy tőletek egy CD-t, és hát már előtte napokkal mondta, hogy ezt nekem, ezt a zenét meg kell hallgatnom, mert ez ettől én padlót fog fogni. És elkezdtük hallgatni a kocsiban, és a Verőcéhez közeledve már torkunk szakadtából üvöltöttük a Magyarország nem maradó című számot. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a zenétek olyan szinten fülbemászó, és nagyon könnyen megjegyezhető, de mégsem kommersz és zeneileg kifinomult. Tehát én úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy a Szkíti, a zenekar sikeres legyen, majd mindjárt rátérünk arra, hogy mennyire sikeres a Szkíti, a zenekar, viszont mielőtt erre rátérnénk, egy kis előtörténetet halljunk a csapatról. Én konkrétan 2004-től vagyok a zenekarban, talán még előtte is, de így nem tudom már visszaidézni, mert nagyon sok zenekarban részt vettem, és hogy maga a Szkíti, a zenekarban, talán ugye, mivel 12 évesek vagyunk, mondhatni azt, hogy 12, hát hogyha vissza, akkor 2013-ra tendálódik, ha jól tudom, így hirtelen ennyiben nem tudok gondolkodni. Lényeg, hogy én, mikor bekerültem a zenekarba, akkor még nagyon kezdetleges volt az egész, és egy faluba, ahol laktam, Tápióbicskén, oda járt a zenekar, és minden reggel, és minden szombat reggel, amikor megérkeztek, én dolgoztam, és láttam, hogy vonul egy társaság hangszerekkel. Egyszer oda mentem hozzájuk, megkérdeztem, hogy kik ők, mit csinálnak, mert annyit kell tudni, hogy én Erdélyből származom, és ide Tápióbicskére költöztem. Itt volt munkahelyem, és akkor minden áron akartam valami zenekarba lenni, és valahogy rájuk találtam, a jó Isten adta ezt a lehetőséget, és én oda mentem, bátorkodtam, mondták, a délután menjek el, munka után, és akkor meg tudom hallgatni. Ez körülbelül 2-3 szombat alkalmattán megtettem, aztán egyszer csak felvetettem, hogy tudok énekelni, és így bekerültem a zenekarba. Na most eltelt néhány hónap, és valahogy a jó Isten megint keze ott volt, amikor a Kormorán együttes adjunktusa, úgymond a Koltai Gergely felfedezte magát a zenekart, és meghívta egyik úgymond nagyszabású koncertjére a zenekart, mint elő zenekar. És akkor ott, mikor lejátszottuk az egész koncertet, akkor a Kormorán odaszólt a Kis László Péternek, akkori menedzserének, hogy ezt a zenekart karolt fel. Na, innen kezdődött el a pályafutásunk, igazság szerint. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk a Kis László Péternek. Rengeteg helyre el tudta a zenekart vinni, az ország területén rengetegen megszerették a zenéinket, és az első lemezre például Koltai segített, hogy sikeres legyen, hogy az első lemezünk az aranylemez is lett. Tehát akkor ez egy meghatározó momentum volt. Abszolút meghatározó momentum volt, hát kinek köszönheti az két, hanem más, mint Koltai Gergő. Így meg természetesen a menedzserünknek, a annói menedzserünknek, a Kis László Péternek. Akkor már te énekeltél az Akkor már én énekeltem. Hát ez ugye ment éveken keresztül. Az első évek nagyon sikeresek voltak.
Tehát volt olyan évünk, hogy 40-50 koncertünk is volt, és ugye mivel nagy létszámú... Minimum. Hát igen, nagy létszámú a zenekari tag, vagyis a nagy létszámú maga a zenekar, mint tagokban gyakorlatilag kis színpadon nem tudunk fellépni. Csak mindig nagy színpadon is. Annyira megszokta itt a társasága ezt a úgymond nagy színpadi fellépéseket, hogy ma már persze játszunk kis klubokba is, ezzel nem azt akartam, hogy mik vagyunk mi, hanem azt akarom mondani, hogy sajnos nem tud megszólalni kis helyen úgy a zenekar, ahogy mi szeretnénk. Mert itt azért vannak autentikus hangszerek, furulja a hegedű, ugye többféle szinti hangzás, hát a szintetizátorosunk, a Padricsi az, hogy 5 szintivel szokott felállni. Én nem értek hozzá, nem tudom mit, az a lényeg, hogy ott van, és nem férünk el sokszor, de van, hogy volt olyan, hogy elmentünk egy falu napba, ezt bocsánat, kicsit kitértem, a falunapra meghívtak, és gyakorlatilag nem tudtak kihangosítani, mert nem értett hozzá az illető hangtechnikus, és nem úgy szólaltunk meg, ahogy szerettünk volna. De viszont a mi zenénket tényleg ki kell szépen hangosítani ahhoz, hogy értsék minden rezdülését, minden energiáját. Na, mindjárt a stílusotokra is átérünk, de hát visszatérve még ugye erre a 40-50 fellépésre. Tehát most, hogy így elmondtad, hogy micsorta technikai feltételek kellenek ahhoz, és hely ahhoz, hogy ti fellépjetek. Tehát ez a 40-50 fellépés, ez egy nagyon jó szám, azt kell, hogy mondjam. Ezt tudjuk. Tehát ez egy nagyon jó szám. Szerintem az én ismeretségem is valahogy erre az évekre tehető a zenétekkel kapcsolatban, mert volt azért a 2000-es évek végén egy áttörés nálatok, ez egészen biztos. És akkor térjünk rá a zenekar stílusára. Hát én azt mondanám, hogy nemzeti folk rock, amit csináltok. Hogyha így mondom, az nem sértő. Nem, abszolút nem. Hát ugyanis tehát a stílus formájegyeit azért viselitek, hiszen duális ének van, autentikus népzenei hangszerek, zenei motivumokban is ez megjelenik nálatok. És hát ugye több ilyen jellegű folk rock zenekar van, de ti azért mégis valamilyen szinten egyediek vagytok ebben a történetben. Igen, megpróbáltunk egy olyan hangzásvilágot kialakítani, ami kimondottan csak a skitjára jellemző. Akármihez nyúlnak a zenészek, nagyon-nagyon megfejtve, mint egy kódot, úgy alakítják ki igazából a dal szerkezetét. Na most itt én énekes vagyok. Én igazából nem tudom elmagyarázni, hogy ennek a szerkezetét hogy rakják össze, de egyet tudok, hogy egy dalon nem csak összerántják, hanem gyakorlatilag egy hónap, amikor másik, amikor 2 hónapot dolgozunk. Most is egy nagyon komoly dallal foglalkozunk, majd legyen az meglepetés, remélhetőleg el fog jönni az idő, de egyetlen egy a történés, hogy mindig arra törekszünk, az egyedi hangzásvilág megmaradjon, hogy ha valaki meghallja, akkor tudja azonosítani velünk, hogy skitja. Na, ez a fontos nálunk. Tehát akkor a zeneszerzés, elmondható a zenekaron belül egy csapatmunka, tehát nincs egy dalszerzőtök, mondjuk a zenekaron belül, vagy esetleg kívül, mert valahol valakinek írják a számokat, vannak olyan zenekarok, de akkor nálatok az a helyzet, hogy összeáll a csapat, így és van. akkor így van. Közösen szerzitek a zenét, hát itt az irányzatot közösen határozzátok meg. Itt azért van úgymond 3 ember, aki a zenét szerzi. Az első lemezni ugye még, hát itt azért volt átjáróház, egy-két ember megfordult, de legeleinte a Szepesi Rihárd, aki ugye vak, nagyon sok zenekarban is van. A lényeg az, hogy a Szepesi Rihárd egy nagyon-nagyon komoly dalszerző. Szövegíró is, de ő olyan muzikális, hogy az valami eszméletlen. Tehát én felnézek erre az emberre, ha lenne látása, ő nem itt tartana most, ahol most tart. Akkor ott van a Gulyás Szabó László, aki ugyancsak dalszerző nálunk, ő legtöbb nótát ő hozta, és van a Padri Hárda a billentyűs, ő is számos témát, számos dalt hozott, meg szövegírásba szoktunk kérni segítséget. Itt még visszatérnék a zenekari tagoknál, az Erika is hozott már dalt,
Sztrepko Erikáról. Sztrepko Erika, így van. Ő, amióta a Skifia létezik, az úgymond a csapat oszlopos tagja, a miékünk, a gyönyörűségünk. És hát, veled együtt a zenekar arca is gyakorlatilag. Így van, így van. Így van. Erikára csak egyet lehet mondani, a tünemény. És hát ő is szokott hozni dalokat, van is olyan néhány olyan nóta, ami kimondott a Erikához fűződik. Én nem nagyon szoktam dalokat hozni, legutóbb most a egyetlen egyre kértem fel az zenekart, hogy csináljunk egy karácsonyi nótát. Ebben a úgymond a dalban egy kicsit van része, milyen gyakorlatilag a szövegírás, megkértük valakit, aki valaki az Palancsa Gábor, Pécsen lakik, és egy nagyon komoly szövegíró. Nyáron 40 fokba írtam el a karácsonyi dalunkat, úgyhogy de azt gondolom... Az valóban komoly teljesítő. Úgy gondolom, hogy méltó mégis az ő írása, és a mi gondolkodásunkat te találta. Ebben van egy pici részem, de igazából a zenekar megformálta szépen, és akkor ezt csak úgy jöttük ki, hogy mindenkihez szóljon. Levi, azt hiszem, hogy most érkezett el az a pillanat, hogy a zenekar jelen pillanatban lévő felállását akkor mondjuk el, hogy kik vannak a zenekarban. Említetted már, hogy volt tagcsere, te sem mindig voltál, ha jól tudom, a zenekarban. Igen, 3 évet kihagytam. De mint egy keretként azért összefogod ezt a zenekarnak, ennek a zenekarnak a múltját, jelenét és jövőjét, hiszen ugye visszatértél a csapatba, és együtt tervezitek a jövőt, tehát akkor a mostani felállást mondjuk el. Hátul a doboknál Palás Gyula, a basszusgitár, Ferenc Dávid, az nekem örökké balra szokott lenni, így van, akkor mellette a hegedűnél szokott lenni a Dulai Zoltán, akkor van a Gulyás Szabó László gitárnál, billentyűknél Padrihárt, és a front éneknél Sztrepko Erika, akkor Szepesi Rihárd és jó magam Rádi Levente. Tehát ez, ez a 8-as fogat, igazából 9-en voltunk régebben, de most már ez a csapat 3 éve töretlen, erős, és úgy gondolom idáig a Skitia történetébe, mindenkihez szoktam mondani, a mostani felállás a legjobb, de én azt mondom a legerősebb. Régen is az első 2 lemez, az a felállás, az egy nagyon fantasztikus csapat volt, talán ilyen 6 évig nagyon erősen úgy stabilan állt a zenekar, de most hangzásban tényleg azt mondhatom, hogy ez a 8-as fogat, ez valami eszméletlen. Barátok is vagyunk, nem csak zenésztársak, akármikor találkozunk, akárhol vagyunk, olyanok vagyunk, mint a testvérek. De ezt lehet, hogy máshogy nem is lehet csinálni, nem lehet? Ez csak így lehet. Megfordultam már én is néhány zenekarba, és mikor azt érzi az ember, hogy csak azért vagyunk együtt, mert zenélünk, az nem olyan feelinget ad, mikor csinálunk egy házi bulit, mondjuk, és ott van a Skiti a tagok, és saját zenénkre elkezdünk ökörködni. Tehát valami eszméletlen csapat ez, és annyira jó össze tudunk tartani, hogy hálát adok a Jóistennek, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy ebbe a csapatban lehetek. Igen, hát 8 embert kell akkor érteni a Skiti a zenekar alatt. Ugye voltak tagcserék, de hát gondolom ez abból is adódott, hogy sok embert kellett így összekoordinálni mondjuk egy-egy koncertre, vagy ilyesmi. Tehát gondolom, hogy mivel az emberek életében történnek dolgok, változások, ezért gondolom, hogy nem mindenki tudott tag maradni. És nehéz, hát nehéz, most se könnyű, nehéz. De mindenkinek szívügye, meg szíve lelke az Skitia, és sokszor adódnak gondok, hogy munkával ütközik, de mindig megoldjuk. Tehát itt a legfontosabb az életben az, hogy ha jön egy koncert, akkor megyünk. Vagy ha tevékenység van, és azt mondjuk most videóképforgatás, akkor mindenki oda teszi magát. Itt szószoros értelmében elsődleges dolog az kíti az életünkbe. Mert olyan értékek vannak, úgy érezzük ebbe a zenébe, amit képviselünk, és amit tudunk adni
az embereknek koncerten egy pozitív energiát, és úgy mennek haza tőlünk a koncertünkről, hogy jó érzés, hogy itt volt. Mondod szívügyetek a zenekar, és hogy a szövegvilágban is megjelenik ez a fajta lelkesedés. Rengeteg a hazafias érzelmű szövegetek. Említetted, hogy külső szövegírót is használtok, tehát aki nem tagja szervesen a zenekarnak. Tehát gondolom, hogy ezt a ideológiát, ami megjelenik a szövegetekben, azért mindnyájan osztjátok. Tehát gondolom, ez egy fontos momentum a zenekarnak, a nemzeti abszolút érzelem, hazaszeretet. Abszolút, abszolút. Fontos kiemelnem a szövegírásnál olyan írót, aki élő író, mert ugye hozzányúltunk az elhunyt írókhoz is, a neves írókhoz, akár József Attilához, vagy Petőfi Sándorhoz, vagy Vas Alberthez, de a mai élő író, aki nagyon sok dalt ő írt nekünk, a Szőke István Attila, és én úgy gondolom, hogy méltó módon tudtuk ezeket az írókat megzenésíteni, az írottmányaikat vagy verseiket. Tehát egyértelműen nekünk fontos a hazaszeretet, miről énekeljünk, hanem a saját hazánkról. Rengetegen énekelnek szerelemről, természetesen mi is, de ebbe is belefoglalva olyan témák, ami egyértelműen a hazaszeretetről szól. Akkor az akár egy küldetés is lehet. Ez abszolút az. A magánéletben is vannak a zenekar tagjai között olyanok, akik nem csak a zenében, hanem másban is, mint például én is, hogy egy motoros társadalomnak, baráti körnek a tagja vagyok, 8 éve, nem szeretném itt kiemelni annyira, de ez is csak arról szól, hogy embereken segítsünk. És nem hőbörögni akarunk, nem megváltani a világot, hanem magyarok vagyunk, magyarnak születtünk, magyarként kell élnünk. Ennyi. Nagyon szép gondolat, és abszolút én is osztom ezt a véleményt. A szövegvilágotok, a megjelenésetek mennyire határozza meg, hogy milyen rendezvényeken vesztek részt? Én úgy gondolom, és most viccet félretéve, tehát hogyha eljutna az emberekig, és rengeteg helyen megfordultunk, és azért akarok kicsit eltérni más irányba, mert igazából nincs meghatározva, hol lépünk fel. És most itt egy picit belemegyek a párt dolgokba, holott nem vagyunk, mi pártatlanok vagyunk. De ha minket meghívnának egy olyan rendezvényre, ahol ilyen jellegű zenekar, mint a mi zenekarunk nem szokott fellépni, mi szívvel elvállalnánk, mert mi nemzeti érzelmű emberek vagyunk. Tehát mi nemzeti érzelmű zenét is játszunk. Itt az a fontos, hogy az embereknek kinyissuk a lelküket, hogy vegyék észre, hogy az, ami most van, az nagyon nehéz, és nem jó irány. És van egy másik szebb közösség, amit sokan rossz szavakkal, illetve lenéznek minket, meg mindenféle nácinak elmondanak, holott csak szívünk ügye, hogy magyarok vagyunk, és olyan értékünk van a hátunk mögött, az őseink olyan értékeket adtak nekünk, amit nem szabad elveszni, hagyni. Mert meg kell ismertetni. Meg kell ismertetni. Igen. És én úgy gondolom, ha elmegyünk egy falunapra, vannak természetesen olyan egyének, hogy állnak és néznek, és csóválják a fejüket, és akkor gondolkodok el, hogy miért teszi. De remélem eljön az az idő, mikor az az ember nem csak rázza a fejét jobbra-balra, hanem lefele, hogy felle, hogy ez igen. Volt rá példa, nem egy, nem kettő, nem három és nem négy ország területén, amikor játszottunk bárhol, Harkányt is ki tudnám, vagy éppen most erre nem akarok kiterjedni. Lényeg, oda jöttek, hogy ideig nem hallották a zenekart. Ők bár nem ehhez a párthoz tartoznak, vagy ahhoz a párthoz, de annyira megfogtuk, hogy ezentúl a zenekarnak a munkásságát fogják követni. És ezek a jó dolgok. Tehát egy szó mint száz, ti
bárhova is hívnak benneteket, ahol igény van arra, hogy ti megmutassátok, amik vagytok, oda ti elmentek is. Abszolút. 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 Aki meghív minket, annak tudatában van, hogy milyen zenét játszunk, milyen szövegvilággal. Ha ezt nem érzi erősnek, akkor mi ott vagyunk. Ha minket meghívnak, akkor nem fogunk mi nem tudom mit játszani, amit kérnek, saját dalokat fogunk játszani, vagy a feldolgozásokat. Itt hozzá kell tennem, hogy a zenekarnak három műsora van. Tehát ezért szeretik néha az önkormányzatok ezt a zenekart, mert egyrészt azért, amit képviselünk, másrésztből, mert három műsort tudunk adni, háromféle műsort. Az egyik a kicsit rockosabb, kicsit dögösebb, kicsit erősebb, mindenféle fesztiválok, motoros fesztiválokon tudunk előadni. Tehát a klasszikus nagy zenekaros szkítia. Így van. Igen. Van a mindegyik nagy szkítia, csak annyi, hogy van például egy ülős bulink, ahol versekkel összekötve ünnepélyesebb, úgymond koncertet tudunk adni. Ez akár legyen most például lesz majd március 15 vagy október 23 vagy június 4 vagy bármilyen olyan ünnep, ami a nemzethez kötődik, és meghívnak. És van a harmadik, ami ilyen gasztrófesztiválokra szokták kérni általában a népiesebb hangzást, és akkor a népies hangzású szkítiát hallják ott. Akkor ott nem dögösítünk be, akkor egy kicsit táncikálósabb kicsit. És ez a három műsorral mi úgy gondoljuk, hogy egyediek vagyunk a pályán. Tehát én még nem hallottam olyan zenekart, lehet, hogy létezik, de nem hallottam olyan zenekart, aki így be is határozza magát, hogy három műsoruk is van akár. Tehát akkor alkalmazkodtok. Alkalmazkodunk, igen. Adott körülményekhez, igen. Meg ahhoz az igényhez, ami fölmerült. Így van. Mert vannak tényleg olyan városi napok, ahol azt mondják, hogy most csak a folkos műsort kérik. De egy motoros találkozón a motorosok mit kérnek? Szóljon a rock. Így van, ez is jogos. Igen. Egyértelmű. Levi, 2014 év vége körül őszén, mondhatjuk úgy, volt egy nagyszabású rendezvényetek, amely talán egy korszakot zárt le. Így a van. Zenekar életében, és utána volt egy viszonylag nehéz időszak a zenekar életében, hogyha nem sértelek meg ezzel a magánjellegű kérdéssel, akkor erről mondanál néhány szót. Nem sértesz meg, köszönöm a kérdést. Először a zenekarról beszéljünk. Gyakorlatilag egy évet készültünk 2014-re, a jubileum koncertünkre. Na most, ugye mivel a Kis László Péter úgymond elkötelezte másfele magát, mint menedzser, nem volt menedzser a zenekarnak, és az én párom, annói párom, nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezett, és mondtuk, hogy próbálja meg a zenekart képviselje. Nagyon jó koncerteket is tudott hozni. Egy a lényeg, hogy ő szervezte meg a jubileumi koncertnek úgymond a 80%-a levezetését. De itt bele kell mennem olyan dolgokba, hogy fölkeresni a régi tagokat, akkor plaketteket csinálni, tortát csinálni, a koncerte hogy lesz kivitelezve, táncosok voltak, néptáncosok, kétféle néptánc csoport is volt. Tehát igazából egy nagyon komoly, ugye a ruhákat is kigondolta, hogy hol csináltassuk, hol vegyük meg, milyen fellépő ruhában legyünk. A Lilla nagyon sok mindent tett a zenekarért, és ez olyan szépen tudtuk kivitelezni, hogy 2014. szeptemberében, amikor ezt a koncertet megcsináltuk, akkor eljött egy stáb, hirtelen most nem jut eszembe a neve, de nem soká ezt is el fogom mondani, hogy ki volt. Akik eljöttek, 7 kamerával, beállással, hangtechnikát megcsinálták, és egy nagyon szép DVD-t tudtunk kiadni. Úgyhogy 2015. augusztus környékén sikerült ezt a DVD-t kiadjuk. Igazság szerint a... Saját gondozásban? Saját gondozásban, igen. Régebben a Periférik Records adta ki a lemezeinket, ami három nagy lemezünk jelent meg. De mi úgy gondoltuk, ezt a DVD-t nem akarjuk nagy
Tehát természetesen mindenkinek, aki kéri, annak tudunk adni, de mi nem az volt nekünk ez a cél, hogy pénzbe bejünk be, hanem saját élménynek, hogy volt egy ilyen is a történet, volt egy ilyen is az életünkben, és igazából néhány darab lemezt nyomtattunk ki, barátoknak, ismerősöknek, és általában koncertre, mikor elmegyünk, akkor szervezőknek szoktunk adni. Mm. Tehát egy referencia anyag. Abszolút, is abszolút. Hát, már amennyi erre szükségetek van, már, azért ismert a csapat. Tehát. Hát azért annyira nem még, hogy persze országos szinten nyugodtan mondhatom azt, hogy azért sok helyen ismernek minket, de még nem jutott el arra a szintre, én úgy gondolom a zenekar, hogy bemegyek egy klubba, és azt mondom, ezt Kityát ismeritek-e? Sokan nem. Tehát még dolgoznunk kell ezerrel ahhoz, hogy azok az értékeket el tudjuk juttatni a fiatalokhoz is, az idősebbekhez is, akik ezt a zenét majd fogják szeretni. Szabad ne felejts, és ne haragudj, hogy itt közbevágok, de igen? Ide tartozik a dolog. Tehát arra látsz esélyt, és ugye beszélgetésünket megelőzően már esett erről néhány szó, így privátilag, hogy a nagyobb televíziókba, rádiókba a Skeety, a zenekar rendszeresen megjelenjen. Sikerült a Duna TV-be bekerülnünk, talán az Echo TV-be volt a csapat akkor, mikor én már nem voltam benne a zenekarba. 3 évet kihagytam. Akkor, hogy hol munkálkodtak a fiúk, lányok, nem tudom. De voltak. Hogy miért nem tudjuk megmutatni nagyobb tévében, nagyon sokat gondolkodtam, mindig arra jutok ebbe a gondolatba, hogy sajnos van az a cenzúra, aki nem igényli, hogy ez az erő, ami a magyarokban van, ez kibontakozzon. Én így tudom megfogalmazni, másképp nem. Nem engedik, hogy teret kapjon se a rockzene, most itt nem feltétlenül a nemzeti rockra értelmezem. Itt sajnos Magyarországon nem is sajnos, hanem nagyon sok tehetség van, aki nem tud megmutatkozni tévékbe, rádiókba, hogy mi az oka, én csak azt mondom, hogy mint a régi átkos korszakban most is vannak cenzúrák, és ezek szépen... Szőnyeg alá söprik ezt így a műfajt. Így van. Maximálisan egyetértek. Szerintem ez erről egyébként el is mondtunk mindent. Ami, tehát, aki a sörök között akar olvasni, azt ami fájó dolog, de van hála Istennek egy olyan valamink a kezünkbe, amit úgy neveznek, hogy internet, és itten azért tudjuk jobban eladni a dolgokat, mint ezelőtt mondjuk 30 évvel, akár a régi rockzenészek, hogy kazettákat kellett osztogassanak. Levi, kanyarodjunk vissza az iménti okay. témánkhoz. Ugye a zenekar akkor megcsinált ezt a nagyszabású bulit, kijött ezzel kapcsolatban egy DVD, lezárult egy korszak, és utána ugye egy szomorú esemény történt. Hát igazából a DVD azért jött ki későn, és nem rögtön jött ki a DVD, úgy volt, hogy pár hónapra rá, két-három, sőt, mi karácsonyra ki akartuk adni a DVD-t szeptembertől, csak itt akik nem tudták, de nagyon sokan tudják, hogy én a annói feleségemmel küzdöttünk egy komoly betegséggel, és sajnos daganatos beteg volt, és hát ugye, ha itt szabad azt mondanom, hogy októberben ő rosszul lett, összeesett, és onnantól elkezdődtek komoly műtétek, agyműtét, mellműtétek, jártunk mindenfele. Volt egy nagyon szép időszak is, mikor sikerült elvennem a kis drágámat, nejemmé tudhatom, de elment. Tehát sajnos ő május 20-án meghalt, és ezt a zenekar is meg sínlette sajnos, tehát, de mellettünk álltak. Tehát januártól mi májusig nem tudtunk dolgozni. Mm-hmm. Viszont annyit el kell mondanom, hogy ez a lány, ez a Lilla, ez valami eszméletlen erővel bírt. Hát, az intenzív osztályon, mikor feküdt az utolsó hetek, és szó szerint mondom, a halotti ágyán feküdt, akkor is a Skeetyának a dolgaival foglalkozott. Olyan szinten, hogy a Skeety a zenekarnak 5 bulit kötött le, 5 nagyszabású buliról beszélünk, nagyszabású koncertről,
hogy mielőtt meghalt volna, mert én ott voltam vele éjjel-nappal, meghalt volna arra kért, hogy ne hagyjam, hogy a zenekar elvesszen. Tehát az volt a fontos neki, hogy ez a zenekar működjön, és ha meghal, a koncerteket csináljuk meg. Én nem tudom, milyen erővel csináltam meg, hogy gyakorlatilag május 20-án halt, meg június 2-án temettük, és június 5-én koncertünk volt. Június 5-én nem tudom, hogy álltam színpadra. Most is egy kicsit elérzékenyültem, de friss még a dolog, tehát most 11 hónapja lassan, hogy kis drágám, elveszítettem, de bennünk él, és méltón visszük tovább az ő gondolatait is, és természetesen mindenütt velem van. Akkor elmondhatjuk, hogy a zenekar 9. tagja ő volt. Hát abszolút. Abszolút. Nagyon sokat tevékenykedett a zenekarnak, nagyon sokszor összerántotta a zenekart, akár csak egy példát elmondjak, hetente volt ilyen konferencia beszélgetésünk, és ha valaki nem jelent meg, rögtön hívta a telefon, már pedig ott kell legyél. Tehát mindig hangadó volt, hogy ezt így kell csinálni, ezt úgy kell csinálni. Ha valaki a zenekarban pessimistán állt hozzá, hogy ezt nem tudjuk kivitelezni, már pedig ki tudjuk, ő minden szépen elmondott, hogy ezt meg lehet csinálni, csak akarni kell. És ugye az életben is ez van, mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell. Így van. Levi, tudom, hogy ez neked nem volt könnyű, de örülök, hogy ezt itt nekünk elmondtad. És köszönöm. Akkor folytassuk a zenekar jövőjével. Ugye gőzerővel beindult akkor most már a csapat. Mondjuk el azokat az aktuális eseményeket, amelyek itt most a közeljövőben, akár koncert dátumokként majd megjelennek a zenekar életében. Kicsit itten bütykölök a számítógépen, mert azért már lekötöttem. Amióta úgymond Lillát elveszítettük, és egy kicsit lelkileg helyre tudtam kapni magam, bár ez nem olyan, hogy az ember így félre tudja tenni, és nem is akarom, mert mind amíg élek, én tudom, hogy velem lesz. Én átvettem a szerepet. Nem akartam a zenekar tagjaira bízni más tagjára, mert kezembe volt minden olyan adat, ami otthon Lilla dolgozott, és azok a elérhetőségek, meg az a tudást át tudtam venni, amit ő nekem tudott adni. Én vettem át a koncertszervezői programot, mondani így, és a zenekarnak megpróbálok lekötni a bulikat, ami méltó. A Jobbik Magyarországi Mozgalom, amire felkért, az egy akusztikus verzió, hogy nem teljesen az egész zenekar lesz ott, csak öten leszünk ott. Igazából három énekes, az Erika, én jó magam és a Ricsosz, a Gulyás Laci gitáros és a hegedűsünk fogott lenni a Zoli. Ez az ünnepi megemlékezés. Ez az ünnepi megemlékezés, ami gyakorlatilag két dalról van szó, két dalt kértek, hogy játszunk el. Nem nagy színpad lesz, csak éppen ezt az autentikus hangszereket tudják és az énekeket tudják kihangosítani. Erre kérték fel a zenekart. Itt kezdődik el igazából megint a zenekarnak a nyári vagy tavaszi indulója. Aztán lassan utána fog jönni május 14-én a Budapesten Klub 202-ben fogunk játszani az Egészséges Fejbőrrel. Őnekik lesz a jubileumi koncertjük. Majd jön a júniusi dátumok, azok eléggé be vagyunk sűrűsítve. Júniusra vannak olyan koncertjeink, amik még tárgyalás alatt vannak, de itt most fogok lesni konkrétan, ami konkrét dátumok, az Felvidék Náceg június 10-én, Magyar-sziget, akkor majd utána játszunk június 24-én Balatonfüreden. Ez talán, ha jól tudom, egy református sírendezvény lesz. Én egy püspökkel beszéltem, ők kerestek annó meg. Akkor utána játszunk a Hősök terén, ez már július 3. Trianoni. Nem, július 3-én, július, a június 4-ét valószínű Kerkás Kápónál fogjuk tartani, de amit mondtam, ezt nem mertem még
fix dátumra mondani, mert ez még tárgyalás alatt van, az lenne július 3-a, az pedig a pozsonyi csata emlékére lesz megszervezve egy hatalmas nagy szabású rendezvény Budapesten, és a Hősök terén fogunk játszani. Aztán rá egy hétre, június 9-én Üllőn játszunk, és itt szépen vannak koncertek, még gondolom, tárgyalás alatt. Ami fix dátum még augusztus 20-a, az meg Tapolca. De rengeteg szervezés alatt van, várom a visszajelzéseket önkormányzatoktól, meg szervező egységektől, úgyhogy remélhetőleg nem csak ennyi dátumunk lesz. Amit még biztosra tudok, az Csoki Fesztivál Szerencs. Oda is valószínű visszamegyünk, de az is tárgyalás alatt van. Én úgy gondolom, hogy a kedves nézők, hallgatók tudnak akár közeli helyszínt is választani. Így van. Azzal kapcsolatban, hogy benneteket lássatok, vagy lássanak. Hogyha a zenekarról konkrét információkat, vagy esetleg CD-ket szeretnének rendelni, tehát a lemezeitekből szeretnének vásárolni, vagy bármilyen infót a zenekarról meg szeretnének tudni, hova fordulhatnak? Hát ugye van a www.skitiarok.hu. Ezen az oldalon nagyon sok mindent lehet a zenekarról olvasni. A munkásságainkat, rengeteg fotó, az elmúlt évek fotói is rajta vannak, vannak videoklippek rajta. Itt van egy e-mail címünk, arra is lehet. Van a Facebookos oldalunk, Skiti a zenekar, ott is elérhetőek vagyunk, és van ugye a gmailünk, ami skitiegyüttes@gmail.com. Ezeket az oldalokon bárki elér, és bármire tudunk válaszolni. Nagyon sokszor jön például olyan, hogy akár Felvidékről, akár Erdélyből, akár Magyarország területéről kérnek zenei anyagot, hogy egy iskola például feldolgozta egyik dalunkat, és akkor az zenei anyagot kérték, hogy játsszák el, és küldjük el csak a zenei anyagot ének nélkül. Tehát ilyenre is kaphatóak vagyunk, ezzel minket pozitívan állítanak be, és ez jó. És nekünk ez valami nagyon nagy megtiszteltetés. Nekünk meg az a megtiszteltetés, Levi, hogy elfogadtad a Kontrádió meghívását, és én úgy érzem, hogy egy jót beszélgettünk. Én is úgy érzem, és nagyon-nagyon köszönöm a meghívást. Én úgy gondolom, hogy nekünk egy olyan dallamvilágunk van, ami az emberek lelkét megfogja, és a szövegvilágunk is arról szól, ami igazából minden nap kell, hogy szóljon. És ha valaki eljön koncertünkre, azt tisztán fogja érezni, hogy mi szívvel, lélekkel adjuk ezt elő, és biztos vagyok benne, hogy a szeretet meg fog benne is nyilvánulni. Úgyhogy csak zárószóként annyit mondok, hogy találkozunk a koncerteken, és minél többen gyertek, ismerjük meg egymást, akár emberileg, ott vagyunk. Öleljük meg egymást, mint magyarok. Ez a fontos. Így van, így van. Levi, ehhez a munkásságotokhoz, küldetésetekhez, zenétekhez kívánok nektek nagyon jó egészséget és további sok sikereket. Isten áldjon mindnyájunkat. Köszönöm. Köszönöm én is.